engedjék meg, hogy felolvassam Szatmári Olga Otília művésznőnek önmagáról írt bemutatkozását. 1958. január 29-én születtem, Debrecentől nem messze, Nyíradony Szakolykertben, a Gencsi kastélyban. Életem meghatározó szinterei Szakolykert, Bodrogkeresztúron a hatalmas erdészház, Debrecen, Budapest és Budakeszi. 1976-ban érettségi után Budapestre Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem társadalomtudományi karára vettek fel. A kastély és környezete nővéremmel és unokabátyáimmal számunkra gyermekparadicsom volt. A kastély középső részét az öreg gróf alakította iskolává, ahol keresztszüleim tanítottak. A két szárnya pedagógus lakás, no meg a gróf lakhelye volt haláláig. Jelenleg Budakeszin élek 37 éve, költészet és a művészetek terén Szatmári Olga, Korandán Györgyné keresztmamámat, édesapám nővérét tekinthetem első mesteremként, hiszen minden szellemi tanítás, amit tőle kaphattam, míg élek, elkísér utamon. Remélem, hogy mennyeknek országában boldogan tekint le rám, drága szeretteimmel együtt. Ők, nagymamáim és a nemrég oda költözött drága édesanyám és édesapám. A történelem, irodalom, zene és művészetek iránti érdeklődésem születésemkor fogantatott, talán mondhatjuk, hogy genetikai örökség. Miként a történelem tanárnőm mondta, Olgicám, az őskarok visszahúznak. Családunk történetét illetően őseim között voltak írók, költők, festőművészek. Számomra innen adódik a megmérettetés. 10 évesen a Szakolykerti Gencsi Kastély könyvtárban Veres Péter Szegények szerelme című meglehetősen vastag kötetét is olvastam már. Ezután született meg az első versem, ami meg is maradt. A rajz alapkészségeit is Olga keresztanyámtól sajátíthattam el, hiszen az akkori pedagógusok saját maguk készítették a szemléltető eszközöket az iskolás gyerekeknek. Ettől kezdve rajzoltam, festettem, írtam verssorokat füzetekbe, órák alatt, szinte minden szituációban. Maradtak spirálfüzetekben, kockáslapokon. Debrecenben kiváló pedagógusok tanítottak. A Csapókerti Zenetagozatú Általános Iskola zenei tagozatán a 8 év nem volt hiába valóság. Innen datálódik az oklevelek által is tanúsított rajz iránti fogékonyságom, amit Baranyi Sándor festőművész és tanár, aki külön foglalkozásokon is fejlesztett. A Bethlen Gábor közgazdasági szakközépiskolában is példamutató pedagógusoktól szívtam magamba a tudás élményét. A Filip Tibor és Bancsi Zsóka által vezetett irodalmi színpad és szereplések tovább csiszolták irodalmi érdeklődésemet. A Kodály Zoltán kórusban való zenei élmények még egyetemistaként is tovább táplálták a művészetek iránti érdeklődésem. Ez idő alatt Józsa János festőművész volt a mesterem. Aztán elkövetkeztek érettségi után 1976-ban Budapesten a közgáz egyetemi évek. Hiszen legyen diplomád lányom, szólt apám szava. Aztán elkövetkezett munkahelyek feszítő ritmusa, társadalmi szerepvállalások, amit 2 órás alvásokkal sikerült egyeztetni családanyaként. Nem volt kímélet. További folyamatos tanulmányokkal sikerült szinten tartani felkészültségem a politikai paradigmaváltás időszaka során. A Varga Vilmos Alapítvány, ami szinte első volt Magyarországon, kuratórium elnöke voltam 10 éven át. Mesterem Budakeszin elsőként Varga Vilmos, képzőművész volt, aki Algériában, Algírban diplomázott. Párizsban a Montmartre-on világpolgárként Viktor Vasarely unokájával, a híres művész Pierre Vasarely-vel festett együtt, és lakott nála a tér egy padlás galériában. Hatalmas élmény volt, amikor Pierre Magyarországra jött több alkalommal. Az alapítvány szervezte és baráti körünk kivitelezte 1989-90-ben az első és második Európa művész találkozót. A második évben már Afrikából, Közel-Keletről és az Egyesült Államokból is sereglettek kiállító művészek Magyarországra, Budapestre. Mesterként foglalkozott velem Vilmos műtermében itt Budakeszin, az Egyesült Államokban élő Maine állam Farmingtoni Egyetem professzora Thomas Higgins festőművész.
Szobrászként pedig Majzik Mária alkotó folyamata hatott rám. Agyagból készítette, rakott a kis plasztikái alkotási folyamata során, hiszen a kezdetektől barátság fűz hozzá. Továbbá Simon M. Veronika, Kunstmeister, Holló László díjas festőművész tekintem mesteremként napjaimban, Veres Gabriella munkássága, aki a Verdeco Művészeti Egyesület elnöke. Természetesen nagyon sok festőművész van hatással rám alkotó munkám során, amit a teljesség igényével felsorolni lehetetlen. Három gyermeket szültem és neveltem fel büszkeségemre, Zoltánt, Anitát és Kingát. Két gyönyörűséges unokám nagymamája lehetek, Viola 11, Lívia pedig már 6 éves. Eddigi közéleti munkásságomról szólnék pár szót. Budakeszin a közbiztonság romlása miatt először lakossági fórumot szerveztem. Ezt követően alakítottuk meg 1990-től 2003-ig működő első polgárőr önvédelmi egyesületet, melynek elnöke Lakatos József rendőrrel ezredes lett. Az országos polgárőrség tagjaként is volt férjemmel, hoztunk létre Pest megye szerte a szervezeteket és segítettük munkájukat. Ugyancsak részese voltam 2001 márciusában Szemereki Zoltán polgármesterkénti regnálása időszakában az általa proponált Álomvölgy néven elhíresült helyi népszavazás szervezésében és levezetésében. Ennek eredményeként nem épült meg Budakeszi különféle természetvédelmi területein a külföldi érdekeltségű lakópark. A Network világhálón 4 közösségi blogot igyekszem didaktikusan szerkeszteni az esélyegyenlőség jegyében, a gyengéllátók egyéb olvasási nehézséggel küzdőket segítendő. Ezek a következők. Versek, idézetek, irodalmi klub. Magyarságunk, a Lét él blog. Budakeszi klub. És Együtt Budakesziért blog, melyeknek 10 éve vagyok a vezetőjük. A Facebookon vezetem a Fészek irodalmi és művészeti csoportot. Verseim jelennek meg a Déli Báb irodalmi művészeti magazinban, továbbá a Batsányi Cserhát művészkör által elsőként kiadott Apró szigetem Magyarország antológiában és még sok más kiadó által kiadott kötetben, folyóiratban. 2013 nyarán jelent meg első önálló címe Főnixként ég bennem a tűz. Költőként ez évtelén, bár református hitű vagyok, Mayer Edina segítségével mutatkozhattam be a Szent László házban a keresztény értelmiségiek budakeszi csoportjának szervezése által. A YouTube-on videoklip feldolgozások feliratkozott és színészek tolmácsolása által jelentek meg és láthatóak. Eddig pályázatok alkalmával kapott díjak, felsorolás a teljesség igénye nélkül. Költőként Art díj, Art ezüst díj, Bornemissza Barnabás díj és plakett, Ihász Kovács Éva és plakett, Harmóni irodalmi díj, aranydiplomás költő író díj, aranytól díj. Képzőművészként Cserhát képzőművész díj 2016-ban, Verdeco képzőművész művészeti díj 2019-ben. Számomra az írás, festés, textilszobrász technikával készült háromdimenziós alkotások készítése egy önkívületi állapot. Mintha valaki fogná a kezem, és vezérelni az agyam. Éjjel is föl kell kelnem, és le kell írnom, vagy vászonra kell tárgyasítanom láttatásul, ami bennem fogant. Ez talán számomra az eleve elrendeltetés. Nehéz a kitárulkozás, szinte lemezítelenítve, ám vállalom önmagam. Fogadjátok szeretettel alkotásaimat. Ne keressetek válaszokat olyan kérdésekre, hogy mire gondoltam alkotóként. Csak a saját benyomásaitokra figyeljetek. Színekre, fényekre és az érzéseitekre. Kedves megjelentek! Nem egyszerű lakóhelyemen ez a legbensőségesebb bemutatkozás, még ha már sok kiállításon is vehettem már részt. Azt gondolom, lelkileg ez itt és most a legnehezebb. Remélem, sikerül apró szeretett csillagokat varázsolni szívetekbe és lelketekbe.
Szeretettel köszöntök mindenkit, Olginak szívből gratulálok, a hegedű művész úrnak is szintén gratulálok, és még csak két mondat, én a kiállítást részemről megnyitom. A textil szobrász technikával készült alkotásokhoz néhány szó, mert ez Isten igazából viszonylag kuriózum, külföldön is körülbelül 10 éve fejlesztette ki a hollandok egy úgymond vegyi anyagot, kövesítő anyagot. A magyar feltalálónk is van, ő a Vodicska Miklós vegyészmérnök. Nagyon széles spektrumú a felhasználási lehetősége, de ezt a vegyi anyagot külön erre a célra fejlesztette ki. Kicsit a powerpólosok és a magyar úgymond vegyszerkövesítő anyagot használók között sajnos, és azért is nagyon köszönöm, hogy veszi a kamera. Ellenségeskedés folyik, úgy gondolom, abszolút anyagi tényezők miatt, csak emiatt úgy gondolom, és üzenet a művésztársaknak, hogy ezért nem kellene egymás torkának esni, kiközösíteni és megkeseríteni egymás mindennapjait. Legszívesebben sejemmel dolgozom. Középső festmény alatt ott láttok majd egy verset is. Az univerzum témaköre, persze, hát ez ízelítő csak a munkákból, amit abszolút valóság és képzelet határán emlékekből, valós vizuális élményekből születnek. Nagyon sok jelképet használok egyébként. Ezek gyógyító fények a gyógyítás jegyében születnek, ugyanis visszahat ez a vizuális élmény a lélekre. A másik az, hogy nyugodtan így szépen hozzá lehet érni, nyúlni, megtapogatni, hiszen vakokhoz is elvisszük ezeket az anyagokat. Érzékelik a színeket, nem csak a formákat. Az Olgát régóta ismerem, és nagy szeretettel gratulálok gyönyörű munkáihoz, ismerem verseit, alkotásait. Ebben a művelődési házban volt jó pár évvel ezelőtt kiállításom, a Magyar Szent Korona Zománc képeit mutattuk be. Örömmel mondhatom, hogy ez a teljes sorozat ma már a parlamentben látható, és a Magyar Posta is festményeimről készített bélyegblokkokat, és egyikében megnyerte Magyarország legszebb bélyeget díjat, 2 év múlva a világ legszebb bélyeget díjat, és ezért megkaptam a Magyar Posta művészeti nagy díját. Hát több kitüntetésem van, és jelenleg a művészeti tagozatnak vagyok a vezetője. Itt volt Budakeszin a kiállításom, amikor az Olgi megkért, hogy jöjjek ide, és én nagy örömmel jöttem a régi templom, ugye, épületébe. A Kárvin terembe. Nagyon nagy anyaggal jöttem, talán 60 képpel, vagy még többel, úgyhogy, és nagy örömmel. Mert tényleg nagy szeretettel fogadott az itteni közönség, és hát én is nagyon örültem, hogy nem csak, hogy tetszett a kép, de vásároltak is képeket, mert hogy még külföldre is küldtek. A gyerekének küldött valaki, meg különböző helyekre, úgyhogy ez emlékezetes számomra. És többször jöttem ki, és mindig az Olgival találkoztam, és akkor fogadtam az ott lévő vendégeket. Utána New Yorkba hobbiként ezt a polgárőrséget megtanultam, azt próbáltam átadni, és az Olgával, meg nagyon sok Budakeszivel kezdtük ezt a munkát. Hát, nem Utána... ő Villakatos Jó. József, Igen, és elkezdtük, és utoljára ma reggel voltam az iskoláknál szolgálatban, úgyhogy csináljuk tovább a dolgokat, és hát örülök, hogy itt lehetek, és szép dolgokat látok. További sok sikert kívánok. Köszönöm, hogy eljöttél. Először is engednek, hogy őszinte tiszta szívvel gratuláljak. Én már számtalan
kiállításodat, festményeidet láttam, verseidet olvasom. Főleg gyakran találkozunk Bonamisza Attilánál, a Cserhát irodalmi körben. Akkor engedjétek meg, hogy a Krúdi irodalmi kör titkáraként köszöntsek mindenkit. Németh Iva Sándor vagyok. Az kiderült, hogy olimpikon világbajnok vagyok egy másik sportágban, egy harmadikban meg bronzérmes. Birkózásban és grappling sportágban, mellette pedig azt szeretném elmondani, hogy gyermekkorom óta írok verseket, és 40 énekesnek írtam dalokat, köztük Vikidál Gyulának, Varga Miklósnak, Keresztes Ildikónak, Kormoránosoknak. Az egész életemet a művészet veszi körül. Az elmúlt időszakban 4 irodalmi tábort vezettem le, több mint 200 ember jött el a táboraimban, úgyhogy úgy gondolom, hogy örömmel jöttem ide hozzád, mert jó dolgot képviselsz te is, és azt szoktam mondani, hogy a szeretet sosem fogy el, az mindig újra termelődik, és a világon az egyik legfontosabb dolog az egymásra figyelés, mert ebben a világban nagyon kifejlődött az ego, mindenki csak magával van elfoglalva, és nagyon fontos a másik emberekre figyelni. Egyet felejtettünk el, hogy tanulni csak másoktól tudunk, bár van belső indítatás, de ha nincs külső inspiráció, akkor bent ragad. Én szívesen hallgatok mindenkit, a Hegedű Művész Urat is szívesen hallgattam, nagyon jó volt, és úgy gondolom, hogy mindannyiunknak fejlődni kell az Isten irányába, egyre többek kell, hogy legyünk, és csak is úgy lehetünk, hogyha figyelünk a másik emberre.